A digitális falu program elindítását a Magyar Falu program elmúlt 2 évben tapasztalt eredményessége indokolta. A kormány továbbra is elkötelezett az iránt, hogy javítsa a vidéken élők életminőségét innovatív technológiák segítségével. Ehhez a digitális jólétprogramjú szakmai segítséget, amely egyfajta kapus lesz az önkormányzatok, valamint a termékfejlesztők és szolgáltatók között. A jövő évtől induló projekt legfőbb célja, hogy megállítsák a vidéki elvándorlást, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is tapasztalható. Kiemelt szempont az, hogy minden olyan beruházás, akár érinti az infrastruktúrát, vagy egyéb más olyan jellegű szolgáltatás, ami a digitális falu program intézkedései között szerepel. Elsődleges célja az, hogy a társadalmi jólétet egy új szintre emelje, a vidéki életminőséget és a vidéken élők életkörülményeit javítsa. Ez az elsődleges cél. De olyan problémakörök is megjelennek, amelyeket ezen intézkedésekkel kívánunk megoldani. Nem csak Magyarországon, Európában és a világon is megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy a vidéki térségek elnéptelenedése elindult, vagyis hát egy folyamatos népességcsökkenés mérhető ezeken a területeken, és ez egy nagyon fontos szempont az, hogy ezekkel az intézkedésekkel ezt a folyamatot is megállítsuk, adott esetben visszafordítsuk. A fejlesztéseknek köszönhetően hosszú távon egy stabil, jól ellenőrizhető rendszer jöhet létre országszerte. Ahogy az ügyvezető helyettes fogalmazott, így 3 nagyon fontos területen, a munkaerőpiacon, az energiaellátásban és a hulladékgazdálkodásban jöhetnek létre pozitív változások. A program emellett egy úgynevezett digitális falu platformot is tartalmaz. Ez többek között azt a célt is fogja szolgálni, hogy a fiatalok helyben maradását, valamint a betelepülni szándékozókat egy magasabb információ és egy magasabb információtartalommal és lehetőséggel lássa el, de itt említhetném még az integrált zöld hulladék gazdálkodásnak a helybeni megszervezését, és tulajdonképpen olyan digitális eszközökkel való felruházását, amely mind a begyűjtését, ezen hulladékok begyűjtését és hasznosítását is segíteni fogja. Itt nem csak a zöld hulladékra kell gondolni, a háztájon belül keletkező zöld hulladékra, hanem akár az agráriumban keletkező zöld hulladék hasznosítására is, amelyek nyilvánvalóan a vidéki élet sajátosságával járnak. Ennek keretében a társadalom szemléletformálása is kiemelt szerepet kap. Ehhez kapcsolódóan a falvak például levegőminőséget ellenőrző berendezésekre is pályázhatnak, így a helyiek egy telefonos applikáció segítségével tájékozódhatnak majd a szennyezettség mértékéről. A közös projekt hatékonysága érdekében digitális térségfejlesztési referensképzés is indul hamarosan. A cél az, hogy az ország valamennyi településén legyen legalább egy olyan szakember, aki a helyi igényekhez tudja igazítani a fejlesztéseket és segítkezik azok használatában. A digitális falu program pályázati feltételét várhatóan 2021 első hetében teszik közzé.